Kedves barátaim, ennek a filmnek a témája ez az Stihl FS38-as motoros kasza. Ugye történt, hogy idős bácsi elhozta motoros kaszáját, hogy nagyon lődörög a damérfáj rajta. És én naív azt képzeltem, ahogy ezeknél szokott, hogy kikopott ez a csapágy szerelvény, és el is mentem a közeli Stihlboltba, meg is vásároltam az újat. Majd amikor hazahoztam, és ki akartam cserélni, akkor szembesültem a valódi hibával, ami nem a... Hát ez is kopott valóban egy kicsit, de a valódi hiba az, hogy így nem látszik, de majd mindjárt hozok valami világító eszközt, és akkor láthatóvá teszem. Egy valódi hiba az, hogy ahogy vannak a csapágyháznak az a három kis bordája, ott lehet látni, tehát nem körkörösen fekszik a alumínium cső belsejébe. Tehát az a három borda, az oly mértékben kikoptatta, tehát három olyan vájút koptatott a cső belsejébe. Hát nem tudom, mennyire lehet látni. Tehát ilyen majdhogy nem háromszög profilú lett a cső is. Ezáltal. Jó, hát mondom, akkor ez csere. Tehát ezzel nincs mit kísérletezni, nem lehet javítani. Fölhívtam a Stihlt, illetve nem is fölhívtam, elmentem, mert útbe esett siófokom. És akkor mondták, hogy hát csak az alumínium csövet önmagában nem lehet megvásárolni, de kompletten meg lehet a csopágy csővel, ami belsőben van, illetve a végén ezzel a csopágy szerelvénye. Jó, mondom, akkor így kérem. Majd az ígért időpontra sajnálatos módon nem érkezett meg. Én mondtam az öreg úrnak, hogy hát pénteken szokott megérkezni az alkatrész, úgyhogy nagy szorgalmasan pénteken délben engem már föl is hívott, hogy hát akkor jönne a gépér. Hát mondom, sajnos ez nem ilyen egyszerű, mert hogy nincs alkatrész. Végülis nem tudom, hogy miért nem érkezett meg, majd még felhívom őket, de hát ugye, ha megjön a következő rendelés, akkor is egy hét csúszás, tehát annyira nem kényelmes sem nekem, sem a üzletnek, hogy most akkor ki a sáros. És megpróbálok valamit elkövetni ennek érdekében, hogy ez a gép mégis javított legyen, tehát használható legyen. Hát ezt fogjátok most látni a elkövetkezendőekben. Akkor megpróbálom felvázolni, hogy mit képzeltem el. Úgyhogy számmal lehessen kérni rajtam, hogy azt valósítom-e meg. Tehát mivel ebben az alumínium csőben már lődörög a csapágy, de azt gondoltam, hogy hát ha már amúgy is rossz, akkor levágom. Ugye olyan hosszan, tehát csak annyit vágok le belőle, ameddig belemegy a csapágy, ahol felfekszik, mert ott van elkapva. Ugye itt még mindig marad egy viszonylag nekem jelentős hossznyi egyenes rész, mert ugye íves, de ott azért még marad egy egyenes rész, és ezt arra próbálom meghasználni, hogy készítek ott a dokmányban már befogott 3000-es fekete varratos csőből egy olyan pótlást, ugye ismertem, hogy ezt levágom. Ez a cső mázlimra olyan méretű, hogy mindjárt mutatom, ha sikerül. Az előbb sikerült, csak akkor még nem fogtam a kamerát is egy kézzel. Tehát ezt higgyük el, mert hogy itt van, hogy ide belemegy szorosan. Tehát ezzel felével semmit nem kell csinálni. A másik részével, körülbelül ekkorára vágom el, megpróbálom akkorára kiszedni a belsejét a csőnek, hogy az alumínium cső külsejére rácsusszon. Nem fog egy nagyon vastag falvastagság létrejönni, mert valahol milliméter alatt lesz egy kicsivel. Na de azért hangsúlyozom, hogy ez acélcső, ez meg alumínium cső. Tehát ráhúzom, és a terv az, hogy két komponenses epoxival rögzítem. Ha sikerül, akkor kapunk egy olyan csővégződést, ami elvileg
Többet az életben nem fog így járni, mert azért megnézném azt a szinterfém csapágyházat, mert hogy ez is szinterfém, mint az előző filmben már említettem azt a késtartó kapcsán. Tehát azt a szinterfémet, ami a közönséges acélt megtámadja, kikoptatja. Emlegetem ezt a szinterfémet úgy, hogy szerintem a nézők egy része nem tudja, hogy mi az. A szinterfém az, ugye nem véletlen az áthallás, a szinterezés, mint festési eljárás, és a szinterfém között, hiszen ott van az a szinter. Pontosan én sem tudom, hogy mit jelent, de mindegyiknek köze van a porhoz. Ugye a szinterezés az a porfestés, amikor a festéket poralakba visszük fel a felületre, úgyhogy egyenfeszültségre kötjük a festendő fém alkatrészeket, meg a pisztolyt is, ugye rátapad a feltöltődés miatt a fém felületre, majd kemencébe ráégetik ezt a festéket. De én nem ezt akartam ismertetni, hanem a szinterfémeket. Szinterfémek, ugye porfém, porfémnek is szoktam nevezni, csak az emberek néznek rám értetlen arc, és akkor szoktam elmagyarázni, hogy én úgy tudom, aztán nem így van, akkor javítsatok ki, aki jobban tudja, hogy a fémet porrá örlik, és ezt a fémport keverik össze száraz, ragasztó porral, majd rendkívül pontos formába préselik magas hőmérsékleten. És amikor kipottyanik belőle a munkadarab, akkor az már úgymond utólagos megmunkálás nem is igényel, mert annyira pontos. No, tehát a múltkor bemutatott szinterfém késtartó, fűnyíró késtartó is ezen az eljárással készül, illetve ez a csapágyház is, amit az előbb itt betoltam a cső belsejébe, és akkor ez egy kis kitérő volt a szinterfémekről, és akkor megesztergálom a csőnek a belsejét arra a méretre, mint ennek a alumínium csőnek a külseje. Még pontosan nem néztem meg, csak megsatszoltam tolósatszóval, ez valahol egy col környékén van, tehát 25,4 névlegesen, pontosan majd megmérem. Akkor elkészült a cső, miről beszéltem, tehát mondtam, hogy nem lesz egy vastag fala, nem is lett, de tök mindegy, mert hát az acél azért, maradjunk annyiba. És ahol ráhúzom, alatta ott lesz az alumínium, viszont most el kell döntenem, hogy mekkorát vágok le magából a alumínium csőbe, ugye ezt a legegyszerűbb úgy megérni, hogy beledugok egy darab vasat, szépen belenyúlunk a tolómérővel, és azt mondja, hogy 37,7-et vágunk le. Tehát itt kell elvágni a alumínium csövet. Ebben kíváncsian azért én belenyúlok, és bízok benne, hogy a csapácsó, hát az bent van valahol a francba. Még itt se értem el. Jaj, de frankó. Imádom ezt a tiszta kurmást. No, tehát akkor azt mondja, hogy azt mondja. De jó, itt is szögletes a cső. Pedig hát azért ez viszonylag hátra van. És akkor megnyertem. Itt van a cső. Hát most akkor én inkább egyébként nem próbálom rá az én csövemet, mert ugye itt ragasztáshoz elő kell készíteni a felületet, és ez nem azt jelenti, hogy összekenjük zsírra, hanem hogy felérdesítjük valamelyest, és por és zsírmentesítjük. Tehát akkor most azt fogom elvégezni. Akkor most, amíg még ez a cső ilyen kicsike, mielőtt fő van a helyre rakva, elkészítem ennek a rögzítőcsavarnak a furatát a csőben. Közben nézem, mert az előbb biztonságos helyre tettem azt a kis csavart, amiben megy. Aha, megvan. Mert ugye azon kívül, hogy rögzíti a csapágyházat a munkaszár végében a csavar,
ugye ezen a bilincsen keresztül teszi azt, és ez a bilincs, ehhez kell rögzíteni a burkolatot, a védőburkolatot. Tehát ennek mindenképpen ne kell helyezni. Meg majd a végén, amikor helyén lesz, akkor még mutatok egy érdekességet, hogy ez a ötös menetes hurat még mire használható fel, mert hogy van annak egy másik funkciója is. Hoppa, megfelelődött a LED lámpámat. No, ötös hurat letudva, természetesen belülről lesorjázom. Szóval akkor itt bement ütközésig a csapágyház, és ha mindent jól csinálom, akkor a csavar is be fog kapni. És bele is kapott, mint látható. No, most már akkor előleg tényleg föl kell tisztítenem a csövet. Meg ezt a csövet is, és föl kell ragasztani a helyére. Na szóval, elkezdem a festéknek, elbeszélek minden nagybeteg ragasztónak a összekeverését. Túl sokat nem kell bekeverni, mert ugye nincsenek itt hatalmas sézagok, éppen csak akkora, hogy egy kis ragasztót bemaradjon a felületek között. És azért így csinálom, hogy nem csak részleteket mutatom és aprózom, ahogy eddig tettem. Pontosan már nem emlékszem rá, de ennek a ragasztónak nem túl nagy a fazék ideje. Tehát összekeverés után viszonylag gyorsan el kell használni, mert aztán beindul a kötés, és utána már sok mindent nem lehet vele kezdeni. Tehát most kénytelenek lesztek velem maradni, amíg szépen összekevergetem, fölholdom a felületre, és rátolom a helyére. Nem tudom már, hogy Metal Bond nevű ragasztó, milyen márka, teljesen mindegy, használtam már, karburátor úszóházat is ragasztottam vele, és kötés után bírta az üzemanyagot is, tehát jó portéka, mondhatom. Kemény is lett kikeményzés után. Már vannak olyanok, amelyek olyan, mint a kemény gumi, de ez tényleg megkeményedik. Ugye, aki diák, és tanulta már, és még emlékszik rá, aki megjegyezte diák korából, azt tudja, hogy egyik fontos szabály, hogy a ragasztott kötéseket úgy kell kialakítani, hogy a ragasztást nyíró igénybevételre kell kialakítani. Tehát, hogy csak nyíró igénybevétel terhelje. Hát ez tipikusan olyan lett. De még egyszer lehúzom. Hát, ha jobban. De úgy látom, hogy teljes felületen ragasztós lett. Ugye most még arra kell nekem ügyelni, hogy nem látjátok, hála Istennek, mert alul van a furat. Hogy annak ott is kell lenni. Na, nehogy a kezembe csöppent. Annak ott is kell lenni, mert ott megy be a csavar. Hát úgy néz ki, hogy jó lesz. Alul van a csavar, és akkor fölül van a bilincsnek a vége, ahova megy a burkolatnak a rögzítő csavarja. Hát akkor most úgy néz ki, hogy már csak meg kell kötni a ragasztónak, és onnan folytatjuk tovább. De hát nektek ez csak pár másodperc,
Nekem meg majd meglátom, mennyi lesz. Hát körülbelül 30-35 percre ragasztottam meg. Hát most már kemény. Tehát látni, úgy tudom letörni ezeket a darabokat. Tehát már nem kell félni tőle, hogy megmozdul. Tehát akkor megmutatom azt, amit ígértem, hogy ezt a ötös huratot, amely ilyen keresztül rögzítjük a bilincset, mire lehet még használni. Én készítettem magamnak egy ilyen csatlakozót. Ugye azért kellett ilyen csatlakozót készíteni, mert ötös menettel én nem találtam zsírzógombot. Lehet, hogy van, én nem találtam. Ugye ez egy hatos menetű zsírzógomb, ebbe közelül a behajtó, itt pedig ötös menet van. Ide szépen behajtom. Aztán rárakom a kézi zsírzóprésnek a tömlőjét, és elkezdem megnyomni. Nem tudom, látható-e, hogy ott már jön is ki a zsír. És akkor hihetőképpen időnként le lehetne zsírozni ezeket a csapágyházakat. Azonban lehetne, mert hát szerintem senki se végzi ezt el. Én igen. Ugye most is beleraktam az új csapágyházat, és már le is zsíroztam. Aztán még lefestem szépen ezüstre, hogy jól nézzen ki, és akkor elkezdem összeszerelni. Akkor mutatom, hogy most már véglegesen a helyére került a csapágyház is, illetve a burkolatot tartó bilincs is, le is lett festve. Akkor most felrakom rá a burkolatot. Remélem sikerül, mert azért persze ez a cső vastagabb, mint az eredeti volt, hiszen rácsúszik. Meglátjuk, hogy hogy sikerül. Akkor a burkolatot is sikerült felraknom már a vastagabb csőre. És ugye most már látható talán, hogy a tengelynek a lúggása nulla. Tehát amelyet idehozták, az már ilyetténképpen elhárult. És ugye eddig kínos, hogy ügyeltem rá, hogy fölfelé nézzen a csőnek a vége, mert hogy nem szeretném, ha kicsúszna errefelé a tengely, mivel itt a kanyar után ki akar egyenesíteni a kanyar, tehát nem lehet visszadugni bele sajnos, újra ki kellene venni a tengelyt, attól meg azért most már megpróbálok tartózkodni. Tehát most meg rárakom a gépet, rögtön. Most ugye a motor rákerült a csőre, de már nem kell félni tőle, hogy kicsúszik egy flexibilis tengely. Tehát befogadtam így a satuba, és rászeretem a fejet is. És még mindig nulla hézeg van. No, nem tudom, elindítsam-e, mert még mindig nem telt el szerintem 3-4 óra azóta, hogy megragasztottam itt. Elvileg, ha még nem teljes a kötés, akkor rugalmas. Tehát a rezonanciának még jobban ellenáll. Úgyhogy aztán el fogom indítani. Na és akkor kiosztom a szabadba, hogy ne füstöljek ott be. És elindítjuk. Tehát az előbb már indítottam, hogy könnyen indulja. Akkor így néz ki közelről a javításom. Így lefestve meglehetősen szépen néz ki, akár még azt is gondolhatná valaki, ami nem igaz, hogy az alumínium cső hegesztve lett, holott nem, ott a vas az alumíniummal házasodott. És akkor szeretném megmutatni, hogy honnan indultunk. Ugye ez volt a cső, amit levágtam, és ugye lehet látni, hogy mennyit lődörgött, már csak a csőben is, illetve hát a kopott csapágyházban a kopott tengely. Ugye az összességében olyan őrült nagy volt, hogy én nem használtam meg, nem is indítottam el, de
a bácsik, aki hozta annak, nagyon fájt, és mondta, hogy valamit csináljak vele. Hát akkor ezt hoztam össze, és bár én szerettem volna alkatrész cserélő lenni, ahogy ezt a mai magyar fogyasztói társadalom megkövetelné tőlem, de hát egyszerűen stíl nem volt hajlandó biztosítani pótalkatrészt, akkor így nem lett belőlem alkatrész cserélő. Már meg én javítottam. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.